Start. Ebben a pillanatban elindult a nyeretlen két évesek versenye. Megfontoltan startolt Zeros Pill, illetőleg Zoro Boy volt az, aki elugrotta magát. Aki átveszi a vezetést, az Zséda Hajnal Tibor lova. Aztán elugrotta magát, Generőz is a viszonylag rutinosnak nevezhető két éves. Tehát kiszáll ő is a versenyből. A vezető Zséda mögött ott versenyez Zója. Zója mellett pedig a favorit Zane Bono színei tűnnek föl. A negyedik pozíció Zaffiri. Zaffirit pedig követi Fazekas Imre, lova Zozó Bigi, illetőleg Zsófia M-et is még viszonylag közel láthatjuk. Zsófia M hátán pedig Zero Die Zolo igyekszik előre. Ami viszont az élbolyt illeti, három lóra korlátozódott. Zséda vezetni tud, Zséda mellett második spúrban jön Zane Bono, illetőleg a harmadik helyet Zója tudja magának megtartani. A jó származású Zséda, tehát nagyon érettem mozog élete második versenyében, és vezet mellette mögötte a top favorit Zane Bono színei bontakoznak ki, harmadik helyen pedig egyelőre Zója üget, a vezető hármas pedig igencsak ellépni látszik a többiektől. Az üldöző Boyt egyébként Zsófia M vezeti, Turut Sándorral, illetve Zaffiri színeit is még kifejezetten jó pozícióban látom. Nincs messze Zozó Bigi, illetve Zero Die Zolo is egészen jó versenyt fut még. A vezető kettős pedig ismételten próbál ellépni, vezet Zséda, mellette pedig Zane Bono az, aki folyamatosan támadja és talán próbálja tőle átvenni a vezetést. Mögöttük Zója teljesen légüres térben versenyez, hátulról pedig most már többen is próbálkoznak az árkózással, de hát a vezető lovak most már rettenetesen messze vannak, Zséda pedig nagyon szívósan próbálja védeni a vezető pozícióját, a háttérről pedig talán Zsófia M, aki majd ki tud bontakozni. Rendkívül széthúzta a mezőnyt a vezető két ló, Zséda vezet, úgy tűnik, hogy most már egyetemen maga mögé utasította Zane Bonot, a harmadik pozícióban pedig Zója üget, esetleg neki még lehet valamiféle félni valója, hiszen ott Zaffiri az, aki veszélyt jelenthet rá, ráfordul az első kettő a befutó egyenesre, Zséda vezetésével teszik meg mindezt, Zséda mellé kiveszi Zane Bonot, hajtója azonban nem igazán tud hozzá közelebb kerülni, a harmadik helyen még mindig ott van Zója, akit Zaffiri próbál meg támadni, illetve kívülről is jön egy támadás, az egyértelműnek tűnik, hogy ezt a versenyt Zséda fogja megnyerni, mögötte ott van Zane Bono, aztán itt kívülről nagyon komoly lendülettel jött Generőz, őt azonban diszkvalifikálták a versenyből, ez pedig azt jelentheti, hogy a harmadik hely így Zaffirié lehet, hiszen az egyes láthattuk, hogy kidobták a versenyből, a nyerő pedig Zséda, aki Zane Bonót előzte meg.